Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Megkérek mindenkit, hogy jegyzeteljen. Tudunk segíteni a jegyzet kérdésében, Gábor. Jó? Ott van fönn papír. Arra is megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját némítse el, vagy kapcsolja ki. Köszönöm szépen. Tudnak nekem üzenetet küldeni, én ezt látom. Mármint az internetesek tudnak nekem üzenetet küldeni. Ha bárkinek kérdése van, tehát a neten keresztül, akkor sok kérdőjellel jelezze, hogy lássam. Ha jelenlévőknek vannak kérdéseik, akkor írják föl, és a szünetben megbeszéljük. Várok egy beköszönést a neten lévőktől, és azt, hogy jól látnak, jól hallanak, tehát minden rendben van. Magamról egy-két gondolat. Én Budapesten élek családommal, feleségemmel, most már több mint 31 éve vagyunk házasok, és elmondhatom azt, hogy boldog családi életünk van. Nem mindig volt ez így, de nagyon sokat tettünk azért, hogy ez így legyen. Van két fiú gyermekünk, akik még velünk élnek, bár már elérték a felnőtt kort. 1987 óta foglalkozok emberekkel, 91-től dolgozom csapatban, 93-tól tanítok, vezetek embereket. Azóta volt szerencsém több tízezer ember képzésében személyesen részt venni, és több százezer embernek eljuttatni valamilyen életjobbító lehetőséget. Amit most csinálunk, nézzük meg, hogy miért is ülünk itt. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé megy a világ. Kezeket. Oké, köszönöm szépen. Tehát akkor nem vagyunk elégedettek, ami felé megy a világ, de miért nem? Mi a baj? Tudatlanság, lustaság. Lustaság, tudatlanság, aztán? Gyávaság, kisütőség. Gyávaság, kisütőség, közönösség. Mi a baj még? Hagymosás. Hagymosás, igen. Mi a baj még? Na szóval mindegy, maradjunk ennyibe, egyelőre ennyi is elég problémának. Hát ön mit szeretne a hátralévő életében? Elérni a vágyait, vagy elveszíteni? Ki az, aki elérni szeretné a vágyait? Kezeket? Szuper. Nyertesek közé akar tartozni, vagy a vesztesek közé? Ki az, aki nyertesek közé? Nagyon jó. Családjával tölteni az idejét, vagy inkább a főnökével? Ki az, aki inkább a családjával? Nagyon jó. Készpénzre megvásárolni bármit, amire vágyik, vagy adósságcsapdába kerülni? Ki az, aki a készpénzes megoldást válassza? Gyerekeire költeni a pénzét, vagy inkább gyógyszerre majd? Gyerekeire? Gyerekek? Elégedett nyugdíjasként szeretné majd élni az életét, vagy ha már nyugdíjas, akkor vagy ingyen konyhán sorban állni. Az ingyen konyhát kiválasz? Oké. Senki. Unokáival majd önfeledten játszani, vagy ha olyan korban van már, akkor ezt megtenni, vagy orvosi rendelőben várakozni. Ki az, aki az elsőt választaná, az unokáit? Szuper. No, hát van nekünk egy szervezetünk, úgy hívják, hogy PPH, az egyetlen szervezet, amivel, ahol ezt biztosan el tudja érni. Tehát nézzük akkor. Tehát amit a PPH nyújt, 23 éves magyar szervezetként, egyedülállóan négy különböző terület piacvezetői tapasztalata alapján teszi.
Tehát nem fog találkozni még egy olyan szervezettel, amely négy különböző területen lett piacvezető a működése során. Sőt, olyat se fog találni, hogy egy vezetés alatt, egy vezető vezetéseivel lett volna egy szervezet négy különböző területen piacvezető. Egyébként egy olyan új és teljesen egyedülálló lehetőséget nyújtunk, amely nagyon nagy hiányt tölt be az emberiség életében. Hát minden ember szeretné, hogy az élethelyzeteket helyesen kezelje. Ki az, aki úgy gondolja, hogy jó lenne, hogyha az élethelyzeteit helyesen tudná kezelni minden helyzetben? Kezeket? Szuper. Minden ember szeretné, hogy a problémáit megoldja, illetve megelőzze. Ki az, aki szeretné a problémáit megoldani, minden problémáját megoldani, megelőzni? Nagyon jó. Minden ember szeretne elég pénzt teremteni. Ki az, aki szeretne elég pénzt teremteni? Kezeket? Nagyon jó. Minden ember szeretne boldogan élni. Ki az, aki szeretne boldogan élni? Nagyon jó. Sőt, minden ember szeretne, hogy eljöjjön az aranykor. Az aranykor azt jelenteni, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Szeretnénk azt, hogy legyen aranykor? Ki az, aki szeretné? Nagyon jó. Viszont a 21. században csak akkor élhetjük el ezeket, ha a fentiekhez hozzásegítjük az embereket. Tehát különben itt a 21. században már másként ezt nem lehet elérni, hiszen más energiák működnek, mint a 20. században. A PPA-nak van két szolgáltatása. Van a Nyílt Akadémia, amely egyeddig nem terjesztett eltitkolt tudást és képességeket, valamint ember és életjobbító coach hivatást nyújt. Tehát az emberiség elől évezredek óta eltitkolták azt a tudást, hogy hogyan kezeljék helyesen az élethelyzeteiket, hogyan oldják meg, illetve előzzék meg a problémáikat, hogyan teremtsenek pénzt, hogyan működik az ember, hogyan működik az élet. Azért titkolták ezt el, mert egy tudatlan ember sokkal könnyebben manipulálható, mint akinek van tudása. Tehát az embereket manipulálni akarják az életük minden helyzetében, és ehhez az kell, hogy az ember tudatlan legyen. Van egy másik szolgáltatásunk, mármint a PPA-nak, egy díjmentes szolgáltatás, egyedülállóan kiemelkedő azonnali pénzteremtés. A Nyílt Akadémia és a PPA segítségével az emberek képessé válnak arra, hogy helyesen kezeljék az élethelyzeteiket, a problémáikat megoldják, illetve megelőzzék, kikerülhessenek a mókuskerékből, és szeretetteljes, szabad, békés, boldog életet élhessenek. Mi ezzel foglalkozunk, nekünk ez a szolgáltatásunk. A Nyílt Akadémiának és a PPA-nak van egy közös küldetése, kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet, ezt négy részre bontottam azért, hogy szemléletesebb legyen, átadni az emberek számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek képessé váljanak arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek, akkor azt úgy neveznénk, hogy aranykor. Tehát nekünk a feladatunk ezen a bolygón, akármilyen hihetetlennek tűnik, elhozni a bolygó számára az aranykort. Sőt, mondhatnánk azt, hogy mi vagyunk az utolsó esély arra, hogy ezen a bolygón ez az emberiség létrehozza az aranykort. Lehet, hogy ezt ön nem érti, hogy miért van így. Tehát ennek az emberiségnek kettő útja van. Az egyik út az aranykor, a másik a teljes elpusztulás, és lesz egy új emberiség. Tehát vagy ez, vagy az. Hát most a második irányába halad az emberiség, hogy ez az emberiség törlődik, és létre lesz hozva egy másik emberiség,
megint Ádám Évától és kőkorszaktól indulva. Ugyanúgy, mint eddig már ötször így megtörtént az emberiség, vagyis a Föld történetében ötször. A legutolsó az a vízözönnel törlődött, az atlantiszi időszak volt, ha erről valamit hallottak. Tehát ez volt a legutolsó, arról még valami tudása van az emberiségnek, de az előzőkről már nem túl sok. Tehát az emberiség eddig többször jutott oda, nem teljesen ez az emberiség, mert mindig módosított emberiség volt, többször jutott oda, hogy eljutott egy igen magas technikai szintre, és a technikával nem élt, hanem visszaélt. Tehát visszaélt. És ha tovább működött volna az a fajta emberiség, azzal a működéssel, akkor az óriási kárt okozott volna, nem csak a bolygó számára, az univerzum számára. És lassan most már itt tart az emberiség, ezért 2070-ig adtak lehetőséget arra, hogy megváltozzanak az emberek, az emberek gondolkodása megváltozzon. Tehát nem más, az ember gondolkodása megváltozzon. És ha ez 2070-ig nem történik meg, akkor ez az emberiség törölve lesz. Mindenki megnézheti, hogy hány éves, hogy esetleg addigra hány éves lesz. Hát van, aki idősebb, azt mondja, azt úgyse érem meg. Hoppá, csak egy baj van azzal, aki azt mondja, hogy úgyse érem meg. Az azt jelenti, hogy akkor meg fogja érni, csak nem ebben a bőrében. Ami azt jelenti, hogy az emberek most már újra születnek, hát 13 éven belül újra születnek sok esetben. Tehát ez régen, ez az újraszületés, ez hosszú évszázadok, sőt évezredek voltak. Most már olyan fejlettségű ez a dolog, hogy gyakorlatilag úgy átlagosan 13 évente újra születnek az emberek. Tehát átlagosan. Ami azt jelenti, hogy van, aki pár év múlva újra szület. Tehát ha nem ebbe a bőrében fogja megélni, akkor a következőben. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit teszünk a jelenben, a jövő érdekében. Jó? Hát ráadásul még ehhez az is tartozik, hogy vannak ilyen jóslatok, én több ilyen jóslatról tudok, a legrégebbi az 7000 éves ilyen jóslat, hogy azt jósolták, hogy ez időtájt lesz itt egy nép Kárpát-medencébe. Mondták ezt a népet, hogy lesz itt egy nép, amely eljutatja az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek. Tehát én azért születtem, hogy ezt beteljesítsük. Tehát ezért születtem, ez a küldetésem, hogy létrehozzuk az aranykort. Tehát nekünk a feladatunk ezt megvalósítani, úgyhogy ezt nagyon komolyan kellene venni. Jó, mert mi vagyunk az utolsó esély, még egyszer mondom, az utolsó esély arra, hogy ez létrejöjjön. Miért? Mi vagyunk az utolsó esély? Mert ebben a 23 évben annyi mindent tapasztaltunk, és annyi mindent meg kellett élni, és annyi minden történt velünk, hogy bármi, amit kapok információt a jelennel és a jövővel kapcsolatosan, azt mind vissza tudom nézni a múltunkra, amit én megéltem, mert ugye a vezetésemmel lettünk négyszer piacvezetők, és vissza tudom nézni, és látom, hogy az pontosan úgy van, ahogy fentről kapom. Tehát kaptam egy képességet, azt a képességet, hogy ha valaki kérdez valami olyan dologról, esetlegesen amiről még sose tanítottam, és az ember és az élet működésével kapcsolatos az a dolog, akkor kapok hozzá információt, amit ráadásul vissza tudok nézni az életembe. Ugye hát több tízezer emberrel foglalkoztam személyesen, hogy az tényleg úgy van vagy sem, és minden esetben bebizonyosodott, az pontosan úgy van. Pontosan úgy van, kivétel nélkül.
No, de mai második részben, a szünet után lesz a coachképzésünk, a párkapcsolati coachképzés. Ott terveztem egy olyan dolgot, amiről fogok beszélni, ami pont egy ilyen téma. A Nyílt Akadémia szolgáltatásait a lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtja. Egy teljesen új szakterület, ember és életjobbító coach hivatás rendszeres képzése. Tehát ezt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az ember képes legyen arra, hogy megoldja az élethelyzeteit, illetve a problémáit, illetve meg is előzze a problémáit. Ezt becsomagoltuk, ezt a tudást egy hivatásba. Tehát van egy új szakterület, úgy hívják, hogy coach szakterület, coach hivatás. A coach azt jelenti, hogy edző, de nem a sportban használjuk mi ezt a szót, hanem ez egy személyi edző. A mi értelmezésünkben a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Tehát amikor a coach coachingol, tehát dolgozik, akkor kihozza abból az illetőből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a coach képes arra, hogy kérdésekkel rávezesse az illető problémájának az okára az illetőt, tényleges okára, valódi okára, és a megoldásra is. Tehát kérdésekkel. Tehát a coach úgy működik, hogy képes arra, hogy segítsen az embereknek abban, hogy megoldják a problémáikat. Okay. Az alkalmazottak olyan szintű fejlesztése is a feladatunk, hogy képesek legyenek nagyobb teljesítményt nyújtani a munkaadók számára. Ezáltal ugye maga, amit a PPA nyújt, a díjmentes szolgáltatás, amit akkor tud, ha itt emlékeznek erre, akkor itt volt. Visszamegyünk ide, itt a kettesnél, egyedülállóan kiemelkedő azonnali pénzteremtést, az annak lehetőség, aki a Nyílt Akadémiánál tanul, és visszatérve ide, hogyha a munkaadóknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy fejleszik a dolgozóikat nálunk, akkor ezt úgy lehetne nevezni, hogy a világ egyik legnagyobb lehetősége, mert tömeges szervezést tudunk végezni, és a tömeges szervezésnek sokkal nagyobb jutaléka van, mint az egyszemélyes szervezés. A szervezés arról szól, hogy a Nyílt Akadémia tanulói létszámát töltjük. Ez a szervezés. A tudatosságfejlesztő rendszeres rendezvények a szolgáltatásunk része, éppen amin most vesznek részt. A Nyílt Akadémia coachingjai által, tehát a coaching még egyszer, kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet, és a PPA vezetők segítségével egyedülállóan megtanul helyesen bánni. Az embernek van 10 élethelyzete, életterülete, inkább úgy mondanám, nem élethelyzet, életterülete, amiben az élethelyzetek benne vannak. Ez a 10 élethelyzetre mind megoldást nyújtunk, tehát megtanulnak az emberek bánni helyesen önmagukkal, párjukkal, gyerekükkel, szüleikkel, másokkal, munkájukkal, a pénzzel, a környezetükkel, a hatóságokkal és az életükkel. Jó? Vissza egy pillanatra. Tehát ez 10 terület, ebben gyakorlatilag minden élethelyzetet bele lehet helyezni valamelyikbe. Tehát fontos, hogy az ember ezekkel helyesen tudjon bánni. A Nyílt Akadémiának a rendezvényei teljesen egyedülállóak, és ezek a rendezvények, illetve a PPA vezetői képessé teszik az embereket arra, hogy jól érezzék magukat a saját bőrükben. Kinek fontos, hogy jól érezze magát a saját bőrében? Kezeket? Oké. Nem tudom, mennyire fontos az ön számára, hogy szeretetben gazdag életet élhessen. Kinek fontos az, hogy szeretet? Tessék? Igen. Attila, ezt odaadnád az illetőnek, jó? Ezt így, ahogy van. Ezt elfelejtettem.
No, tehát szeretetben gazdag életet élhessenek. Ne legyenek betegek. Kinek fontos, hogy ne legyen beteg? Sokkal többre legyen képes, és ezáltal több elismerésben részesüljön. Fontos az embernek? Kinek fontos az elismerés? Nagyon jó. Szabad életet élhessen. A szabadság nem azt jelenti, hogy azt tesz, amit akar, hanem a szabadság azt jelenti, hogy oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig marad, ameddig akar. Jó, ez a szabadság. Legyen elég pénze. Kinek fontos, hogy legyen elég pénze? Elég pénz. Fontos a mai világban? Oké. Ha ezt a hatot az ember megkapja, párhuzamosan, egyszerre, hosszú távon, akkor elmondhatja magáról, hogy boldog életet él. Tehát az lenne a cél, hogy az emberek képesek legyenek boldog életet élni. Ahhoz az kell, hogy ez a hat megvalósuljon az életükben. De ezt mindenkinek saját magának kell megteremteni, de ehhez tudás kell, hogy az emberek képesek legyenek ezt megteremteni a saját életükben. Többek közt egyedülállóan mit nyújtanak önnek a Nyílt Akadémia coach képzései? A világ egyik legtisztességesebb és legjobban jövedelmező ember és életjobbító hivatását is kapja egyben a tudás mellé. Lehető legkedvezőbb feltételekkel nyújtjuk a használható tudást és a képességeket átadó rendezvényeinket. Mi az, hogy lehető legkedvezőbb feltételekkel? Például azt jelenti, hogy a képzéseken részt lehet venni személyesen, bár ez itt van leírva alul. Részt lehet venni például interneten keresztül élőben, és felvételről is igénybe lehet venni, videós és hanganyag formájában. A coachképzés nem olcsó mulatság. Nálunk a legkedvezőbb világviszonylatban a coachképzés. Tehát világviszonylatban a legkedvezőbb, árban is, meg tudásmennyiségben is. Egyedülállóan 24 coach területre nyújtunk tudást, senki más nem nyújt ennyi területre. Ezt 6 részre, és 4 részre, 6 havonta van ez a 4 rész, rebontottuk, és így adunk 4 coach bizonyítványt, aki elvégezte a 4 coach átfogó témát. Tehát a 4 coach téma az első, az a life coach, az az élet coach, a második happiness coach, az mit jelent magyarul? Boldogság, igen. A harmadik business coach, igen, mit jelent magyarul? Üzlet, igen. És a negyedik a leader coach, vezető coach. Általános coach diplomát nyújtunk azoknak, akik végigcsinálták a 4 fél évet. A rendezvényeinket személyesen a helyszínen vagy az interneten keresztül felvételről is igénybe lehet venni. Egy csodálatos dolog, hogy egy olyan hivatást nyújtunk az embereknek, amit, hogyha valaki nem végez, mint szakma, csak az életében akarja használni azt a tudást, akkor ez az egyetlen szakma a világon, amit, hogyha csak használja az ember a saját életében, rendben tudja vele tenni az élete minden területét. És ez egy teljesen egyedülálló dolog. Van nekünk egy mai kiírt témánk, ki tudja mi az? A lelki béke elérése. Köszönöm, a lelki béke elérése. Kinek fontos, hogy lelki békében legyen, tehát meglegyen az életében a lelki béke? Nagyon jó. Na, akkor beszéljünk erről egy kicsit. Tehát a lelki békéhez, a békének az ellentéte az zaklatottság. Jó? Kezdjük azzal. Miért zaklatottak az emberek? Így van, tele van a problémával. Tehát az ember úgy működik, hogy 3-4, hát mondjuk 2-3-at inkább úgy mondanám, még talán 4-et is, problémát az ember valahogy el tud kezelni, mert mások is el tudnak kezelni. De ennél többet nem nagyon. Tehát az embernek idézőjelben túl sok problémája van, akkor zaklatottá válik.
Most mi kell ahhoz, hogy az ember ne legyen zaklatott? Mi kell ahhoz, hogy lelki békében legyen? Tehát az első dolog, a szóban benne van a lelki béke. Tehát két dolog van benne ebben a szóban. Van egy olyan szó, hogy lélek, és van egy olyan szó, hogy béke. Tehát az, aki harcol, az nincs békében, nem? Most nézze meg az életében, mennyit harcol. Tehát ha lelki békét akar, akkor a harcokat be kellene szüntetni. Tehát ott kezdődik a dolog. Tehát gondolja végig, hogy milyen területeken harcol az életében. Hogy lehet beszüntetni egy harcot? Tehát mi az alapvető dolog a harc beszüntetéséhez? Tessék? Oké, megoldjuk a problémát. De mi van akkor, ha túl sok a probléma, és az ember úgy működik, hogy túl sok probléma esetén nem tudja kezelni a túl sok problémát? Hát mondom még egyszer, hogyha túl sok az embernek a problémája, akkor a túl sok problémát nem tudja már kezelni, mert annyi probléma van az életében, hogy képtelen rá, hogy minden problémával foglalkozzon. Tehát ha az ember megnézi a 24 óra, mindenkinek 24 óra, és azért aludni is kellene abból a 24 órából, nem? Tehát ha mondjuk az embernek van 2-3 problémája, mondjuk max 4, az még valahogy elboldogul. Mert ez még belefér az idejébe, hogy elboldoguljon. De mi van akkor, ha ennél jóval több van? 5, 6, 7, 8, 9, 10 probléma. Hát egyszerűen nincs rá ideje az embernek, hogy megoldja ezt a rengeteg sok problémát. És a problémák felhalmozódnak, és ugye egyre több és több megoldatlan probléma van. Mi baj van a megoldatlan dolgokkal? Hogy az embernek ott marad rajta a figyelme. Jó, ezt tudnunk kell, ezt mindenki írja föl, hogyha valamit nem oldunk meg az életünkben, a figyelmünk egy része ott marad azon a dolgon, mindenféleképpen. Ami azt jelenti, ez miért baj, ha hát megnézi az idős embereket, az idős emberek zöménél az a probléma, hogy a jelenre nem tud figyelni. Miért nem figyelnek az idősek a jelenre? Mert annyi megoldatlan dolguk volt az életükben, annyi megoldatlan dolgot hagytak ott valamikor, hogy a figyelmük ott maradt mindig a megoldatlan dolgok, és végül elfogyott a figyelmük, és a jelenre egyáltalán nem tudnak figyelni. És ha valaki fiatal, akkor még kevesebb probléma érte életében, amit nem oldott meg, bár most már ugye a fiatalok ebből a szempontból rosszabb helyzetben vannak, mint mondjuk az 50 évvel ezelőtti, vagy a 25 évvel ezelőtti fiatalok. Tehát ami azt jelenti, hogyha megnézzük a mostani fiatalokat, sokkal kevésbé vannak jelen a figyelmükkel, mint mondjuk 25 évvel ezelőtt az ugyanolyan fiatalok, vagy 40 évvel ezelőtt az ugyanolyan fiatalok. Jó? Tehát miért? Mert generálják az embereknek a problémákat. Jó? Tehát generálják. Most gondoljon bele, hogy az emberek jó része néz tévét, és néz sorozatokat, és néz híreket. Na most, azt kérdezem én öntől, hogy amit a sorozatokban lát, azt ön hogy oldja meg? Azokat a problémákat, amik ott vannak a sorozatban. Hát ez az. De mégis az emberek foglalkoznak avval. Vagy ő lát mondjuk a hírekben egy rossz hírt, azt ön hogy oldja meg? Sehogy, nem? De a legtöbb ember ezekkel foglalkozik. Tehát fölveszi problémaként. Vagy mondok következőt, átjön hozzá mondjuk önhöz mondjuk a testvére, tételezzük fel, és önre zúdítja az ő saját problémáit. Ön fogja megoldani helyette? Kizárt dolog. De ön felvette a problémáját, és cipeli. Onnantól kezdve ez az ön problémája is. És a hölgyek ebben érzékenyebbek sokkal, mert érzelmesebbek sokkal. Tehát például egy olyan hölgy, aki olyan munkát végez, ahol problémákkal foglalkoznak, például, hol foglalkoznak a legtöbb problémával? Az egészségügyben, meg a jogi ügyekben
foglalkoznak is. Például egy nő elmegy ilyen munkára, akkor az lesz a probléma, hogy az neki saját problémájává válik, amivel problémákkal ott találkozik a munkája során. Tehát akkor most már kezdjük érteni, hogy az embernek miért van túl sok problémája. Tehát most gondolják végig, hogy régen lakott a legtöbb ember egy faluban. Nem városban lakott a legtöbb ember, hanem faluban. Volt, aki, mit tudom, két-három falunál életében nem ment el messzebbre. Nem volt média, nem zúdították rá a problémákat, nem? Ami azt jelenti, hogy gondolja végig, hogy miért van sokkal több problémája most az embereknek, mint akkor. Mert sokkal több problémával találkoznak a média segítségével és az utazások segítségével. Gondolja végig, nem volt telefon, valakinek elköltözött a lánya mondjuk, az évente egyszer találkozott, ha meg találkoztak évente egyszer, akkor nem rázudították egymásra a problémát, hanem örültek, hogy találkoztak. Most mit csinálnak az emberek? Valakinek valamilyen problémája van, azonnal veszi a telefon, már tárcsáz is, és már mondja a szüleinek, a testvérének, már mindenkinek mondja. Nem ezt csinálják? Oké? Okay. Tehát direkt úgy alakítják ki az egész társadalmat, úgy alakították ki, hogy az emberek, mivel érző, tehát mi egy olyan lények vagyunk, mi emberek, hogy van egy érzelmünk. Az érzelmünk miatt átvesszük mások érzéseit, és ebben a hölgyek sokkal érzékenyebbek. Tehát sokkal. Tehát a hölgyeknek sokkal jobban oda kellene figyelni, hogy amikor problémákat próbálnak rájuk zúdítani, megnézik például a reklámok nagy részét, a hölgyeknek szól, nem tudom észrevették-e. A reklámok 70%-a az a hölgyeknek szól. Pont emiatt, mert tudják a reklámszakemberek, hogy a hölgyek sokkal érzékenyebbek, érzelmesebbek, és az érzelmeiken keresztül sokkal jobban el lehet adni termékeket, mint a férfiaknak. Oké? Okay. No szóval ott tartunk, hogy mivel az ember sokkal, vagyis nem sokkal, mivel az ember egy érzelemmel rendelkező lény, ezért pontosan tudják, hogy az érzelmeink keresztül az emberre lehet hatni. És az ember olyan, hogyha hall egy problémát, akkor simán az érzelmei miatt tud együttérzővé válni. És együtt érez azzal a személlyel, akinek éppen van az az adott problémája. És ha megnézi a híreket, a hírek már nem olyan hírek, mint régen, hanem pont arról szólnak a hírek, hogy kivel milyen probléma történt itt Magyarországon. És ezeket a problémákat teszik ki hírré, régen abszolút nem volt ilyen, abszolút nem. Ez kiteszik hírré, és nagyszerű, mert az együttérző ember, az érzelemmel rendelkező, az érzelmekben benne van az együttérzés, az együttérzésre hajlamos ember szépen felveszi más problémáját. Na most, ha az ember felveszi más problémáját, akkor soha nem lesz lelki békéje. Soha. Világos ez? Tehát ott kezdődik, hogyha valaki a lelki békéjét meg akarja teremteni, hogy lehetőleg elhárít magától minden olyan problémát, ami nem rá tartozik. Ott kezdődik a dolog. Mi az, hogy nem rá tartozik? Honnan tudni, hogy egy probléma rá tartozik, vagy nem? Nagyon egyszerű.
onnan tudja, hogy rátartozik az, őre tartozik az a probléma, hogy részt tud-e venni a megoldásában. Kinyitjuk? Köszönöm. Részt tud-e venni a megoldásában? Ha nem tud részt venni, nem tud besegíteni mondjuk abban a probléma megoldásában, akkor az nem őre tartozik. Világos ez? Tehát mondok egy példát. Mit tudom én, mondjuk, jön a gyereke, párkapcsolati gondja van, össze, tehát mondjuk nagyon rosszba lett a párjával, és ezt fogja és önre terheli, elmondja önnek. De ezt a párkapcsolatot, ezt kinek kell megoldania? Neki, így van. Tehát ő nem tudja megoldani helyette az ő párkapcsolati gondját, nem? Neki kell megoldani. De elmondja önnek, hogy együtt érezzen vele. De csak azért mondja el. Most onnantól kezdve az a probléma már két embernek a problémája. Annak is problémája, aki mondja, meg annak is, aki elmondta. Vagy aki hallgatta, akarom mondani. Jó? Tehát még egyszer mondom, ott kezdődik a lelki béke, hogy az ember nem veszi föl más problémáját. A legtöbb ember úgysem tud segíteni más problémájában, mert nem coach és nem tanulta meg, hogy hogyan kell kérdésekkel rávezetni valakit arra, hogy mi lehet a problémája oka, és hogy mi lehet a megoldás. Most ha valaki ezt nem tanulta, meg nem látta a szüleitől se, hogy ezt így csinálták volna, akkor mitől tudná magától? Nem valószínű, hogy tudja. Na most, ha ön nem tud segíteni valakinek a problémájában, akkor jobb, ha meg se hallgatja, nem tudom, világos-e. Jó? Tehát ez volt az első dolog. A második dolog, hogy a lelki békéhez az kell, hogy az ember ne a problémáival küzdjön. Tehát ne a problémáival küzdjön, jó? A legelső után következik az, hogy ne a problémájával küzdjön. Tehát az, aki a problémájával küzd, az nem fogja a lelki békét elérni, megteremteni sose. Tehát a lelki békénket nekünk kell megteremteni. Mindenkinek, saját magának. Világos ez? Hogy teremti meg az ember a lelki békéjét? Tehát ugye az első lépés az volt, hogy kikapcsol minden olyan információt, elzárkózik minden olyan információ elől, ami problémát ad, és nem tud rá hatni pozitív értelemben arra a problémára, hogy megoldódjon. A másik dolog, hogy fogja és rendbe rakja a hitét. Mivel kapcsolatban? Az a baj, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberek hitetlenek. Most egy hitetlen ember nem tudja rendbe rakni a hitét, mert nincs neki. Hol kezdődik a hit? Miből indul ki a hit? Ott kezdődik a hit, hogy az ember hisz valami felsőbb lényben. Ezt én úgy szoktam nevezni konkrétan,
az én esetemben, hogy teremtőmben. Én hiszek a teremtőmben. Tehát az ember úgy gondolkodik, hogy evolúció alapján jöttünk létre, és nincs olyan, hogy teremtő, és mi vagyunk a világegyetemben az egyetlen értelmes lény, akkor persze ez elég nehéz dolog. Na most, de az ember nem így gondolkodik, hanem úgy gondolkodik, hogy mi teremtett lények vagyunk, és pontosan tudja az ember azt, vagy azt legalábbis hiszi, ugye, hogy ez nem az első életem az életembe, és nem is az utolsó. Na most ahhoz, hogy az ember ilyenbe higgyen, nem csak abba kell hinni, hogy van teremtő, hanem abban is, hogy önben van egy lélek. Ki az, aki úgy gondolja, hogy benne van egy lélek? Kezeket? Szuper, jó. Tehát senki nem gondolja úgy, hogy lelketlen. Oké, okay. Jó. No tehát, akkor van bennünk egy lélek. Közben lehet válaszolni az interneten keresztül is, ugye a kérdezek dolgokat, megköszönöm, hogyha válaszolnak. Tehát van bennünk egy lélek. Na most, nézzük ennek a léleknek a dolgát egy picit, jó? Furcsa mód, megmérték, hogy amikor valaki meghal, és kileheli a lelkét, az általában úgy szokott lenni, ha megfigyeli, ki az, aki már látott halálesetet? Kezeket? Nem sokan. Hogy az illető, de filmekben esetleg lehet látni, hogy az illető, amikor meghal, akkor vesz egy utolsó levegőt, és akkor szépen lassan kiengedi az utolsó levegőt. Tehát ezt szokták mondani, a magyar nyelv az nagyon tökéletes, a szavában él, és erre mondjuk, hogy kilehelte a lelkét. Tehát mikor valaki meghal, akkor kilehelte a lelkét. Ugye nagyon érdekes, hogy a lélek meg a lélegzet nagyon hasonlít a két szó egymáshoz. Na most, tehát amikor az ember kileheli a lelkét, akkor olyan furcsa mód, ugye levegőt, látszólag levegőt fúj ki az ember, nem? De nagyon érdekes, mert ugye a levegőnek nincs súlya, tehát ön fogja és a levegőt rárakja egy mérlegre, akkor a mérleg továbbra is nullát fog mutatni, nem? De a halott az egy más eset, mert ugyanis mikor a halott meghal, és ezzel az utolsó kilélegzéssel csökken a súlya. Méghozzá 21 grammal. Hoppá. És ez bebizonyított tény. Hogy mi távozik akkor az emberből? Ezt a tudomány mai állása szerint, hanem a tudomány mai állása szerint a lélek távozik. De hát a lélek távozik, akkor az nem halt meg. Mert egy halott dolog az nem tud eltávozni, nem tudom, világos-e. Tehát mondjuk meghal valaki, itt tudom én, mondjuk megdöglött a kutyája, akkor az a kutya nem fog onnan elmenni, nem? Én azért mondom, hogy nem meghalt a kutya, mert az ember meghal, és más meg max elpusztul, jó? Tehát lényeg az, hogy bármi meghal, az nem fog onnan távozni, nem? Tehát akkor távozik valami, például mondjuk itt van ez a tömb, ezt ha meggyújtjuk, akkor ennek át fog alakulni az állaga, nem? Tehát hamu lesz, és valami gáz lesz belőle, nem? Így van? De nem fog eltűnni, hanem csak átalakul. Világos ez? Tehát ha ezt elégetjük, akkor ez át fog alakulni, és más anyaggá válik. Ami azt jelenti, hogy ha az ember meghal, a test az ott van, a lélek távozik, és már nem a testben van az a lélek. Tehát mondhatjuk azt, hogy
egy átalakult formában eltávozik a testből. Nem alakul át, mert igazából bennünk is lélek volt, meg aki eltávozik, akkor is lélek, de nem tűnik el. Tehát ha ezt elégetjük, akkor ez nem eltűnt, hanem átalakult. Világos ez? Tehát a lélek is, az gyakorlatilag nem egy testben lévő dolog, hanem abból kiszálló, ha meghalt volna az a lélek, akkor nem szállna ki a testből. Világos ez? Tehát azért száll ki, mert az él tovább. Tehát ugyanúgy, mint például mondjuk, ezt ha olyan térben égetik el, akkor felfogható, ami ebből lesz. Teljes egészében. Világos? Na szóval lényeg az, hogy semmi nem vész el ebben az univerzumban, hanem maximum, tanultuk fizikából, átalakul. Így van. Tehát a fizikai testből kiszálló lélek, mondhatjuk azt, hogy szellemlény lesz. Tehát eddig fizikai lény volt a lelkünk, mert a lelkünk mi vagyunk. Tehát az ön lelke az ön. A test az csak a hordozója. Jó? És gyakorlatilag amikor egy ember meghal, akkor a lélekből egy szellemlény lesz, ami távozott ugye ebből a olyan testből, ami már nem működik tovább. Na most, ha viszont eltávozik, akkor mi lesz vele? Hát most ezt nem fogom elmesélni, jó? Hogy mi lesz vele, de az tovább marad szellemlény. Jó? Nem itt a bolygón, többségében nem marad itt a bolygón. Jó? Tehát tovább marad szellemlény, és utána mi lehet annak a feladata? Mi lehet annak a feladata? Mi lesz azzal későbbiekben? Hát van egy szuper intelligens lélek az emberbe, csak kéne lenni valami feladatának, nem? Hát csak úgy van egy életben, aztán utána csak úgy semmivé válik, nem? Kicsit fura lenne. Tehát ami azt jelenti, hogy az a lélek újra fog születni. Jó? Na most onnantól kezdve, hogyha ez újra születik, akkor gondolja végig, akkor emögött van egy szabályozás. Világos ez? Ez az egész szabályozva van, hogy hogy születik újra, miként születik újra, miért születik újra, stb. Ez az egész szabályozott. Ha az egész szabályozott, akkor akik a szabályt csinálták, meg akinek ennek a folyamatát létrehozzák, azok valamilyen lények. Nem tudom, világos-e. Ez egyértelmű, nem? Na ezt hívjuk teremtőnek, vagy teremtőknek. Jó? Vagy az ön teremtőjének. Az ön lelkének a teremtőjének. Mert nem a teste van teremtve. Világos ez? A testét nem kell teremteni, mert apuka, anyuka összeadta. Nem? Ők teremtették meg az ön testét. De hogy ez a test ne úgy működjön, mint egy állatnak a teste, hanem úgy működjön, mint egy ember teste, aki képes a gondolkodásra, ahhoz kell bele egy értelmes lélek. Különben nem tudna gondolkodni. Világos ez? Na most. Tehát, hogyha azt az egészet ugye intézték, hogy megszülessünk, meg meghalunk, akkor újra szülessünk, stb., akkor az ön lelke mögött van értelmes intelligencia, mármint úgy értve, hogy az ön lelkén kívüli értelmes intelligencia, amely ezt az egészet szervezi. Világos ez? Ha ön ebben nem hisz, akkor ez az ön baja.
Csak ezzel az a nagy baj, hogyha az ember nem hisz ebben a felsőbb rendű szervezésben, ami mögöttünk van, akkor ezzel csak az a legnagyobb probléma, hogy ezzel elkaszálja az ön hitét. Miért baj az, hogy az ember elkaszálja a hitét? Mert az embert négy dolog motiválja. Négy. A legelső a pénz. Ez egy nagyon gyenge motiváció. Mégis a legtöbb embert itt a nyugati társadalomban ez a leggyengébb motivációs elem motiválja. Ezzel csak az a baj, hogy akit a pénz motivál, az ma csinálja azt a dolgot, hónap meg már valószínűleg nem. Tehát egyszer ebbe kezd, egyszer abba kezd, amiben éppen pénzt lát, abba kezd. És ezáltal igazából soha nem fejez be semmit, és igazából sosem ér el komoly eredményt. Mert a pénz motiválja. A pénz az egy nagyon gyenge motiváció. Vannak olyan emberek, akiket az érdek motivál. Na, ez már egy erősebb dolog, sokkal erősebb dolog. Nehezebb kibillenteni egy olyan embert abból a helyzetből, amikor az érdek motiválja. Például az érdek, mikor mondjuk azért dolgozik valaki egy munkahelyen, mert közel van. És nem sokat kell utazni. Sokkal erősebb motiváció, hogy közel van, mint hogy mennyit fizetnek. Jó, tehát lényeg az, hogy az érdek az egy sokkal erősebb motiváció. És a legtöbb ember vagy ezen, vagy azon van. Tehát a fejlettebbek már érdek motiváció alapján működnek, a fejletlenebb emberek pedig pénz motiváció alapján. Tehát szellemileg fejletlenebbek, úgy értem, nem fizikailag, hanem szellemileg fejletlenebbek. És van egy, tehát azok az emberek, akiknek nincs egy felsőbbrendű lényben történő hite, azok ezt a két motivációt ismerik. Ugyanis van egy harmadik motiváció, a hit. Az egy sokkal erősebb motiváció, mint az érdek. Ugye az érdek sokkal erősebb, mint a pénz. De a hit az sokkal erősebb. Tehát ha valakinek valamiben van hite, az traktorral se lehet onnan elvontatni. Jó? Tehát lényeg az, hogy amiben az ember hisz, az nagyon erős. Tehát nézzük meg a vallásokban, ott hit motivációról beszélünk, és nem sok olyan ember van, aki az élete során megváltoztatja a hitét, tehát a vallását. Tehát hogy tényleg abban a vallásban hisz. Tehát például egy hívő keresztény nem szokott áttérni a muzulmán vallásra, de fordítva se. Ha vannak ilyenek, csak olyan ritka, mint a fehér holló. Jó, tehát egy hív, most hívőről beszélek. Abban benne van, hogy hívő, ott van benne a hit szó. Jó? Tehát nagyon kevés az olyan ember, aki ha valamilyen hívő vallásos, hogy valamilyen más vallásra áttérjen. Na most, miért fontos a motiváció? Azért, mert az eredményeket a motiváció hozza. Tehát az ember eredményes akar lenni az életében, akkor nem mindegy, hogy mennyire motivált. Tehát a motiváltság azt jelenti, hogy van egy, ott lebeg egy céla, valahol a szem előtt, mindegy milyen távolságra, és azt eléri. Tehát nem tudják eltéríteni. Világos ez? Ha valakinek a pénz lebeg a szem előtt, akkor simán eltérítik, mert azt mondják neki, hogy figyelj, itt több pénz van, már el is térült, kész. Ha valakinek az érdek a motiváció, akkor ugye ott a cél, és ha az érdeke úgy kívánja, akkor föladja a célt, és megy egy más cél érdekében. Na most, ha viszont a hisz abban a célban az illető, akkor mondhatnak neki akármit, ő akkor is azt a célt fogja követni. Nem tudom, világos-e.
És az az ember képes csak arra, hogy a hit motivációt, tehát hit motivációval működjön, aki hisz a teremtőjében. Nem feltétlenül teremtőjében, lehet az a jó Istenben, tehát egy felsőbb rendű lényben, amely vezérli az útját. Jó? Tehát segít, hogy az útján haladjon az illető, a vezérlés azt jelenti. Jó, ennél van egyébként egy még magasabb motiváció a hiten kívül, a hit felett, ez pedig a személyes meggyőződés. Jó, tehát a személy, amikor az ember személyesen valamiről meggyőződött. Ugye a hit azt jelenti, hogy elhiszi, amit mások mondanak. A személyes meggyőződés az azt jelenti, hogy ő az érzékszervein keresztül meggyőződött róla, és neki mondhatnak akármit, ő tudja, hogy az úgy van, és kész. Jó? Tehát, hogyha valakinek egy olyan célja van, amit a személyes meggyőződés motivál, akkor semmi nem tudja, még a hit sem tudja eltántorítani. Világos ez? Tehát egy érdekmotivált embert a pénz nem tudja eltántorítani, a hit motivált embert nem tudja se a pénz, se az érdek, a meggyőződés motivált embert pedig se a pénz, se az érdek, se a hit nem tudja eltéríteni. Világos ez? Jó? Na most miért mondom ezt, hogy miért fontosak ezek a dolgok? Mert az az ember, aki hisz egy felsőbbrendű lényben, mondjuk a jó Istenben, teremtőjében, atyaistenben, vagy nekem mindegy miben, és mindegy, hogy hogy fogalmazza ő, teljesen mindegy nekem, akkor ebben az esetben, akkor abban is elkezd tudni hinni, hogy ő nem a véletlen szüleményeként van itt a Földön. Tehát ő egy teremtett lélek. Nagyon érdekes, nem azt mondjuk, hogy teremtett ember, hanem teremtett lélek, nem? Nagyon fura. Nem véletlen a magyar nyelv. Tehát soha nem azt mondjuk, hogy teremtett ember, hanem azt mondják, hogy teremtett lélek, nem? Így van. Tehát ő egy teremtett lélek, és mint teremtett lélek nem véletlen alapján jött létre, nem véletlen van ebben a testben, és nem véletlen, ami történik vele. Méghozzá semmi nem véletlen, ami az életben vele történik. És ha valaki hisz a teremtőjében, akkor azt is, abban is hihet, hogy a teremtője jót akar neki. Hát mivel jó Istenről van szó, ha valaki a rossz Istenben hisz, akkor hihet abban, hogy rossz is történhet vele. Jó, de ha jó Istenben hisz, akkor innie kell azt, hogy a jó Istene jót akar neki. Nem tudom, ez világos-e. Hát ha nekem egy jó Istenem jót akar, hát akkor onnantól kezdve, ami velem történik, és én azt negatívan élem meg, akkor nem a jó Istenemmel van a hiba, hanem bennem, nem? Tehát akkor én rosszul élem meg azt a problémát, ami történt velem. Mert ugye azért kaptam ezt a problémát, mert a jó Istenem akarta, hogy legyen az a problémám. De miért akarta, ha jót akar nekem? Akkor minimum abból a célzatból akarta, első nekifutásból, hogy az ember még végig se gondolta, hogy mi lehet annak a problémájának a tényleges oka, akkor egyszerűen azt mondja, hogy azért akarta, mert valamit ebből nekem tanulnom kell. Egyszerű a dolog. Jó, lehet, hogy ennél több is a dolog, nem csak tanulni, hanem még több. De első nekifutásra ezzel a problémából nekem biztos, hogy tanulnom kell. Tehát azt mondja az ember, hogy ugye minden dolognak két oldala van. Tehát minden rosszban van valami jó, és minden jobban van valami rossz. Tehát olyan, hogy tökéletesen jó, vagy tökéletesen rossz, ilyen nem létezik. Tehát ha az ember azt mondja, hogy jött egy probléma velem szembe, és meg kellene, tehát valahogy ezt a problémát kellene kezelnem, akkor ugye azt mondja az ember, hogy ezt a problémát én kaptam, tehát valami miatt ezt nekem meg kell élnem, ezt a problémát. Jó? Maradjunk ennyit az, hogy kaptam.
inkább az, hogy meg kell élnem ezt a problémát, és ha meg kell élnem ezt a problémát, akkor nem kezd el az ember idegeskedni rajta. Tehát az ember azon idegeskedik, amit el akar magától hárítani. Jó, nézze meg. Tehát amikor nem teszi magáévá azt a dolgot, hanem elkezdi hárítani, tehát elhárítja, na akkor okoz az problémát. Minden esetben, amikor nem magáévá tesszük azt, magunkévá tesszük azt a dolgot, hanem elkezdünk hárítani, akkor az mindig problémát okoz, tehát mindig felzaklatja az embert. De azt mondja, hogy ennek valamiért miattam valami jó oka van annak, hogy ez velem meg kellett, hogy történjen. Ha az ember így gondolkodik, akkor nem zaklatja föl magát. Tehát ugye az lenne a legfontosabb az életben, hogy az ember nyugodt tudjon maradni. Tehát minden helyzetben nyugodt tudjon maradni. Miért? Mert az ember úgy működik, hogy akkor tud gondolkodni a nyugodt. Egy zaklatott ember nem gondolkodik, hanem ösztönösen cselekszik. Óriási különbség van a gondolkodás és az ösztönös cselekvés között. Ég és föld a kettő. Az ösztönös cselekvés mondjuk a föld, a gondolkodás meg az ég. Óriási különbség. Tehát az ember helyesen akar cselekedni, akkor nyugodtnak kell maradni. Minél jobban felzaklatja magát az ember, annál nagyobb bajt okoz magának és a környezetének. Jó? Minden problémát, ezt tanultuk, minden problémát azért kapja az ember, kap az ember, jó, ezt tudhatja előre. Tehát ha ön kap egy problémát, vagy találkozik egy saját problémával, jó, tehát saját, de egyébként nem csak a saját probléma, hanem ha valaki önre terheli a problémáját, arra is igaz a következő, azért találta meg önt az a probléma, mert azt a helyzetet rosszul kezeli. Tehát amire a probléma mutat, azt a helyzetet ön biztos, hogy rosszul kezeli. Jó? Tehát például mondjuk lát a hírekben, hogy itt tudom én, mondjuk valakit megöltek, vagy megerőszakolták, majd megölték. Itt tudom, ez a hír. Jó? Mondjuk egy nőt megerőszakoltak és megölték. És akkor mi közöm ehhez a problémához, ugye ránéz az ember. Tehát hogy hogy kezelheti rosszul ezt a helyzetet? Tehát ott kezdődik, hogyha önt ez a hír felzaklatja, akkor már ott is a válasz, hogy rosszul kezeli ezt a helyzetet. Nagyon jó. És addig kap ilyeneket, míg rosszul kezeli. Világos ez? Úgyhogy egyszerű a dolog. Jó? És addig kap híreket, olyan rossz híreket, ameddig felzaklatja. És egyre jobban felzaklatja, akkor egyre többet fog kapni. Nagyon jó. Tehát minden esetben ez úgy működik, hogy azért kap bármilyen jellegű problémát, mert nem jól kezeli a helyzetet. Hát hogy kell mondjuk egy ilyen helyzetet kezelni? Hát eleve ott kellett volna kezdődni, hogy meg se kellett volna hallani azt a hírt. Hát ott kellett volna kezdődni, ha már meghallotta ezt a hírt. Akkor hogy csinálja, hogy folytatja? Így van, ez nem az én problémám, valószínűleg neki ezt meg kellett élni annak a személynek. Világos ez? Például jönnek azzal, hogy egy ismerőse, mit tudom én, hogy a gyerek az, tudom én, félbénán született. És milyen rossz lehet annak a szülőnek, meg annak a gyereknek, és akkor ilyen hírt mond önnek. És ő fölvesz, és totál együtt érzi, jaj, tényleg,
húha, igen, hú, milyen rossz, és már rossz önnek is. Na, és lényeg az, hogy hogy kezeli ezt a helyzetet, hogy kell kezelni? Hát eleve valaki mondjuk bénán születik, akkor ezt tudja, hogy karmát hozott az előző életből. Tehát ez számára gyakorlatilag mindenki azt kapja, amit érdemelt. Valószínű neki az, aki bénán született, meg kell élnie a bénassággal, tehát a kiszolgáltatottsággal járó következményeket meg kell élnie. A szülőnek meg azt kell megélnie, így van, hogy gondoskodjanak egy ilyen szeméről. Oké? Okay? És abból még nem csak ennyit lehet látni, hanem sok más egyebet is lehetne látni. És az ember, ha ismeri ezt a dolgot, akkor simán lazán veszi, már végig is vette az összes történetet, és rájött arra, hogy teljesen jogos, hogy ez velük megtörtént. De ezt mondom, akkor megsértődik. Igazság. Hát nem. Nem fontos ezt elmondani valakinek. Hát az ember magában kell, hogy tisztázza, ő meg éli úgy az életét, ahogy akarja. De onnantól kezdve ő nem vette föl a problémát. És ez a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy egy problémát helyesen tudjon kezelni. Mindig a helyén. Helyesen és mindig a helyén. És az ember tud, akkor rögtön megvan válasz mindenre. Vagy nagyon hamar, ha nem is rögtön. Jó? És onnantól kezdve, és miből indult ki az egész, ha jobban megnézzük? Hát a teremtőnkbe vetett hitből. Tehát onnan indul az egész. Tehát onnan indul, hogy ez az egész, amit az életünkben történik, semmi nem a véletlen műve. Tehát ha az én életemben semmi nem a véletlen műve, akkor az önében sem. Világos ez? Ami bármi történik önnel, semmi nem a véletlen műve. Ha ön egy olyan gyereke lesz, ne adj Isten, az sem a véletlen műve. Világos ez? És onnantól kezdve ez le van rendezve az ember életében. Hogy bármi, ami történt, az nem a véletlen műve, annak úgy kellett valamilyen oknál fogva lennie. És az ember tudással rendelkezik, és ez életű az az ok, akkor még rá is tud jönni arra, hogy mi volt ennek az előzménye ebben az életben. Azt nem kell kutatni, hogy az előző életben mi volt az oka. Jó, az teljesen felesleges. Jó, abban ne menjen bele senki, hogy az előző életeiben kutakodjon. Véletlenül se jó, nem szabad belemenni. Tehát nem véletlenül születünk úgy, hogy törölt előző tudattal. Tehát az előző tudatunk az törölve van. Jó, és tiszta tudattal születtünk. Igaz, hogy programozott. Tiszta, de programozott tudattal születtünk. Jó? Na szóval, a lelki békéhez az kell, egy mondatba összefoglalva, hogy az ember a problémákat a helyén és abban az időben úgy tudja kezelni, hogy azt ő valamilyen oknál fogva kapta. Tehát nem problémázik a problémán, hanem azonnal túllép a problémán. Túllép, mert tudja, hogy ezt neki ezt a problémát meg kellett kapnia. Világos ez? Így van. Na most leginkább az emberek a halállal kapcsolatos problémával vannak bajba. Hát de halál ugyanez. A halál nem a véletlen műve. Nem olyan, hogy most ha valaki meghal, akkor az véletlen meghalt. Nincs ilyen. Annak az embernek ott volt az életének a vége. Jó? Tehát magyarul neki nem kellett egy másodperccel se tovább élnie. Érthető? És akkor, hogy miért, hogy, merre, meddig, hát ezt nem itt fogom elmondani, mert mindjárt vége az időmnek, mindjárt lejárt, jó? De pontos válaszok vannak erre, ezekre a dolgokra. Tehát egy csodálatos dolog az élet, ha az ember ismeri az élet működését. Egy csodálatos dolog az ember, hogyha az ember ismeri az ember működését. Ha meg ez nem így van, na akkor egy kicsit bonyolult a helyzet, jó? De hogy mindenki ismeri az élet és az ember működését, teszünk róla. Jó? Közösen. No, szóval itt akkor befejeztem ezt a témát, és akkor szaladjunk még végig egy-két gondolaton.
amennyi belefér. Jó, tehát ő nem véletlen van itt, az sem véletlen. Tehát ő azért hallgat most engem, vagy néz engem, mindegy, hogy felvételről majd, vagy élőben, teljesen mindegy, mert ez nem a véletlen műve, önnek ezzel a rendszerrel, ezzel a szervezettel találkoznia kellett. És az biztos, hogy azért kellett találkoznia, hogy fejlődjön. És az is biztos, hogy ez az egyetlen olyan szervezet, amely nem csak elmondja, hogy mire mit kellene tenni, hanem azt is, hogy mi a módszer. Jó? Tehát nem csak azt mondjuk, hogy miben kellene változnia, hanem megmondjuk a módszert, hogy hogy tudja azt megtenni. És ez egy óriási különbség. Tehát nem véletlenül találkozott itt velünk. Tehát lényeg az, hogy mivel találkozott velünk, ezért önnek az a dolga, hogy elkezdjen fejlődni. Jó? Tehát ez az első lépés. És ezt nem teszi meg, akkor mindenféle plusz problémákat kap az eddigihez képest. Semmi gond nincs ezzel, ön ezt felvállalja, ez az ön dolga. Jó? Tehát ennyi. Ez itt le is van írva, ez két égi törvény, ami ezt az egészet ugye alátámasztja. Akkor nézzük tovább, mit nyújt önnek még a PPH? Mondtam, hogy két szolgáltatás van. Van egy pénzkeresési lehetőség. Jó, ezen gyorsan átlapozzuk. A piac legmagasabb jutalékaként az, aki a Nyílt Akadémiában a tanulókat szervez, interneten vagy személyesen, erre vannak kidolgozott módszerek, semmit nem kell kitalálni, csak alkalmazni a módszereket, akkor nézzük a tandíjat. A tandíj az a legalacsonyabb tandíjakhoz képest kb. Hatod vagy heted ár. Heted, hatod ár. A legalacsonyabb tandíjakhoz képest. A 30 óra képzés, a havi 30 óra képzés, az első hónapban 17 ezer forint, a második hónaptól árgaranciával a 24 hónap végéig 8 ezer forint. Jó, ez azt jelenti, hogy óránként pár száz forint. Tehát ilyen tudást sehol nem kap ennyiért világviszonylatban. Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, ebből a tandíjból az, akik szervezik a Nyílt Akadémia tanulóit, 32-től 67%-ig terjedő jutalékot kapnak. Jó? Azzal a jutalékkal, ez havi elszámolás, hónap elején van mindig. Ugye jutalék, számfejtés, és ön felhasználhatja a törvény előírásainak megfelelően a jutalékot. Például a képzésére is felhasználhatja. Ha ön olyan csoportot is szervez, akik szervezik a Nyílt Akadémia tanulóit, akkor mindenki, aki a csoportjában tanulóvá válik, annak a tandíjából 4%-tól 28%-ig terjedő összegre jogosult. Jó, ez egy plusz lehetőség. Ez nem kötelező dolgok, semmi kötelezettség nincs benne. Ez egy teljesen díjmentes, aki a Nyílt Akadémia tanulója, az élhet ezzel a lehetőséggel, meg nem élhet, tehát nincs semmilyen kötelezettség. Jó? Tehát valaki nem él vele, nem él vele. Ha például valaki jövedelemkiegészítő tevékenységként szervezni a Nyílt Akadémia tanulóit, akkor mondjuk a havonta egy Nyílt Akadémia tanulót szervez két éven keresztül, minden hónapban átlagosan egyet, akkor 1,9 millió forint lesz a jutalék, annak lesz egy csoportjutalék is, ami elkerülhetetlen, ez körülbelül még 700 ezer forint, úgyhogy összesen az összjutalék, amit a két év alatt ön szervezett, annak az összjutaléka 2,6 millió forint. Jó, ez egy ilyen jövedelemkiegészítés. Ha hetente van egy szervezetje, akkor egy kicsit mások a számok, mert az két év alatt 9 millió forint a saját jövedelem, és abból a csoport, mivel annak lesz egy csoporthozadéka is, az további 10 millió forint, ami összesen 19 millió forint jövedelmet jelent 24 hónap viszonylatában. Jó, tehát itt 24 hónapról. Ha most nézzünk egy másik dolgot, ez nem érdekes, ezen túlmegyünk.
ha mondjuk valaki nem jövedelemkiegészítő tevékenységként, hanem fő tevékenységként kezdi el a szervezést, a Nyílt Akadémia tanulóinak a szervezését, és mondjuk havi 80 órában szervez, és mondjuk napi 3 egyénit és 1 céges érdeklődéskeltést csinál, az körülbelül egy olyan fél óra, egy, tehát egy az fél óra, az 20 munkanap alatt 3, szorozva 3 fővel, az 60 egyéni érdeklődéskeltés, abból ha azt veszük, hogy minden harmadik csatlakozik, ez egy rossz statisztika, már általában minden második, csak vegyük a kisebb számot, és a 20 munkanap alatt ugye minden nap egy céges, és számolunk 5 fős munkáltatókkal, az azt jelenti, hogy 100 fő fogja ezt a lehetőséget megismerni, abból önnek lesz 32 tanulója, az 52 tanuló 160 forintos jutalékkal számolandó pontonként, tehát mi pontrendszerben számoljuk a jutalékot, az 282.880 forint. A második hónapban, ha megnézzük ugyanilyen teljesítmény mellett a jutalékot, 3 egyéni, 1 céges naponta, jó, és akkor itt végignézzük, ugyanazok, csak annyi a különbség, hogy itt látni, hogy ugye 32-től 67%-ig terjed a jutalék, itt már nem 160 forinttal van szorozva minden egyes pont, hanem 220-szal. És ezáltal ugyanaz a teljesítmény nem 282.000 forinttal van számolva, hanem 388.000 forint a jutalék. És természetesen az előző hónapban csatlakozottak, után is van második hónapban is tandíj, vagy jutalék, hiszen 24 hónapon keresztül van, vagy illetve mindig, amikor itt tanulnak az illetők, van, aki én már 20 éve tanul itt, és 20 éve keresek utána pénzt a tanulói tandíjából, azután kap további 183.000 forintot az előző hónapi tanulók tandíjának az eredményeként, és ugye ebben a hónapban az 572.000 forint jutalék. Tehát ha megnézi, ez durván duplája. Ugyanannyit dolgozott, és a következő hónapban kétszer annyi a jutalék. Majd megnézzük, a harmadik hónapban ugyanannyit dolgozott, és az előző hónaphoz képest megnézni a jutalékot, további 60%-kal több a harmadik hónapban, mint a második hónapban volt. Ugyanannyit dolgozik a negyedik hónapban, megnézi a jutalékot, hoppá, vissza, és további 40%-kal több a jutalék, mint a harmadik hónapban, és ugyanannyit dolgozott. Ez a teljesítmény ösztönző rendszer. Minél többet tesz le az asztalra, annál nagyobb jutalékkal van elszámolva. Érthető? Tehát nem arányosan, hanem hatványozottan több a jutalék. És további 600.000 forint is van még a csoportjutalék után, amit még nem számoltam, amit ehhez hozzá lehetne adni, mindegy, az már részletkérdés, de akkor is ez nem két éves jutalékviszonylat, ez egy havi jutalékviszonylat. Tehát az első hónap, vagy a negyedik hónapban ez 1 millió forint fölötti, jóval fölötti jutalék. Nem tudom, hogy mivel keres mondjuk 4 hónap alatt, vagy mivel lehetne keresnie önnek 4 hónap alatt. Mennyi ez összesen? Hát durván több mint 2 millió forintot. Tehát 4 hónap alatt mivel tud keresni ennyi pénzt? Azért van ez a jövedelem lehetőség, hogy megértsük. Nekünk van egy célunk, amit az aranykor létrejöttéhez meg kell csinálnunk, hogy legyen a bolygón 280 millió coach, általunk képzett ember. És legyen Magyarországon 400 ezer, ezt meg kell csinálni. Tehát ahhoz, hogy az aranykor ez megtörténjen, meg kell csinálni. És ezért több szinten érdekelté tettük az embereket. Jó? És ebben e közt az egyik a jövedelem lehetőség. Jó? No szóval, lényeg az, hogy hisszük, hogy a Nyílt Akadémia és a PPA segítségével ön is sikeres, boldog ember lesz,
ha tetszik önnek a felkínált lehetőség, ne várja meg, hogy a sors kényszerítse rá a tudásának és a képességének gyarapítására, az előadás után rendezze a Nyílt Akadémia Ember és Életjobbító Coach képzésének tandíját, hogy minél előbb hozzájusson a tudáshoz. Kezdje el használni a ppa.hu weboldalunkat, vegye fel és tartsa fenn a kapcsolatot a PPA-s vezetőjével, és segítünk abban, hogy az élete minden területén sikeres, boldog ember lehessen. Örülök, hogy tájékoztattam önöket erről a korszakalkotó életjobbító megoldásról. Várjuk szeretettel a következő rendezvényünkön, ami 15 perc múlva folytatódik, illetve kezdődik coachképzés keretein belül. Tehát lesz egy 15 perc szünetünk, amint befejeztem. Örülök, hogy meghallgatta a bemutatómat. Köszönöm szépen a figyelmüket, további szép estét és jó tanulást mindenkinek. Viszontlátásra!